Köszöntöm nézőinket, ez a Sportváros, a D+ TV sportmagazinja. Mai adásunkban a DKK a Kisvárda elleni edzőmérkőzéséről, majd a Dunaújvárosi AC a Bikák első felkészülési meccséről számolunk be önöknek. Utóbbiak a fehérvári titánok gárdáját látták vendégül szombaton, a szurkolóknak köszönhetően pedig végre egy nagyon jó hangulatú és kellemes környezetben. Végül pedig Fehérvári Józseffel, a DLS egyik tisztelet díjazottjával beszélgettünk. Újabb felkészülési mérkőzést játszott a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia csapata. A csütörtöki edzőmeccsen a Kisvárda együttesét fogadták György László lányai a Dunaújvárosi sportcsarnokban. Hazai terepen lépett pályára a Kisvárda ellen a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia felnőtt együttese csütörtökön. A felkészülés 5. hetében járó Kohász már a találkozó első percében megszerezte a vezetést, a folytatás azonban hozott némi meglepetést. A Kisvárda ugyanis jó védekezéssel és támadójátékkal rukkolt elő, amelynek meg is lett az eredménye, hiszen átvették a vezetést a Kohásztól. A folytatás igencsak izgalmasnak ígérkezett, hiszen hol az egyik, hol a másik csapat vezetett egy-egy góllal. Ez az adok-kapok kitartott az első félidő végéig, és végül 13-13-as döntetlennel vonultak szünetre a lányok. Kicsit nehézkesen indult a mérkőzés, nagyon sok hibával játszottunk elől is, hátul is, védekezésben is, a kipattanókra nem figyeltünk oda kellőképpen. Támadásban pedig a gyorsaságunk rovására ment az, hogy eladtuk a labdákat, kiadtuk az ittszereinket. Akkor tudtuk megfordítani a mérkőzést a második félidőben, amikor egy kicsit taktikusabban, türelmesebben játszott. És hát úgy gondolom, minden támadó csapatról, hogy az utolsó pillanatig küzdöttünk. A második félidőt ezúttal a Kisvárda kezdte jobban, de a hazai találatoknak köszönhetően fordított az eredményen a Kohász, amelyre azonban rendre jöttek a vendégválaszok. Azonban a feljavuló DKK a védelemnek köszönhetően már nem volt megállás, meglépett ellenfelétől együttesünk, és végül 28-24-es győzelmet aratott a Kisvárdával szemben. Sajnálom, hogy a végén 4 lett közte, én úgy gondolom, hogy egy jó meccset játszottunk, csak itt a végén elhibáztuk a támadást, és nem úgy futottunk vissza, hogy vissza kellett volna. A gyakorlásnak jók ezek a felkészülési mérkőzések. Elég sok új játékosunk van, úgyhogy taktikailag még össze kell csiszolódnunk, és össze kell tenni a dolgokat. De úgy gondolom, hogy van még mit kijavítani, úgyhogy ezt próbáljuk majd a jövőben. Hát így támadásnál, hogy kinek hova kell helyezkednie, milyen ütemben kell érkeznie, védekezésben is, hogy még azért fontos ott a belső, hogy belső rész a hármasok, hogy hogyan váltsanak, úgyhogy ezeket a kis apróságokat. A felkészülés 5. hetében vagyunk, mint minden csapat ilyenkor, természetesen játékosok még fáradtak. Azt gondolom, hogy egy hosszú utazás után az utolsó 5 percig egy egészen jó meccset játszottunk. Az utolsó 5 perc az a teljes mértékben elégedetlen vagyok, hiszen nem voltunk elég higgadtak és utnyosok ahhoz, hogy a végjáték szoros maradjon az utolsó 5 percben. Azt gondolom, hogy ebben a szakaszban egy teljesen új csapat, illetve új edző, új stábbal viszonylag jól haladunk a felkészüléssel. Sok minden kezd alakulni és jól alakulni. Természetesen még sok feladatunk van és sok mindennek kell oldanunk ahhoz, hogy a bajnokság kezdetére még jobb formában legyünk. Az első fél időben én úgy gondolom, hogy a védekezésünknek a stabilitásával volt egy kis probléma a 13 gól kapott ellenére. Ott nem zártunk össze a kapura lövések után, és a kipattanó labdákat hagytuk szabadon, így könnyű gólokat tudtak lőni a kisvárdaiak. A másik pedig a védekezésünkből való gyors ellentámadás az kicsit lassú volt, és pont ezt kértük az öltözőbe fél időbe, hogy próbáljuk meg megfutni az ellenfelet akár gólból, akár szerzett labdából. Második fél időben én úgy gondolom, ott ez sikerült, tudtunk könnyű gólokat lőni, gyors ellentámadásból futottunk, és a védekezésünk is sokkal agresszívebb lett. A DKK a játékosai nem pihentek sokat, szombaton ugyanis következő edzőmérkőzésüket is lejátszották már. Idegenben az MTK gárdája fogadta György László csapatát. A mieink elfáradhattak az elmúlt hetekben, kemény játék után maradtak alul egy sok góllal teletűzdelt meccsen. Bárcsak múlt héten kezdte meg jeges edzéseit a Dunaújvárosi AC a Bikák csapata, már első felkészülési mérkőzésüket is lejátszották a DAB fiai. Szombaton a fehérvári titánok érkeztek látogatóba. Szombaton
Szombaton este 6 órától először lépett jégre a Dunaújvárosi Acélbikák csapata mérkőzés kereteiben. A megyeszékhely fiataljai érkeztek látogatóba az idén teljesen újjáépített acélbikákhoz, akikben igencsak égett a bizonyítási vágy a tavalyi felejthető szezon után. Ennek megfelelően nagyon magabiztosan kezdtek a hazaiak, akik 35 másodperc után megszerezték a vezetést jelentő találatukat a visszatérő Denzerónak köszönhetően. Bár a mérkőzést egyértelműen a mieink irányították, gorra a játékrész végéig kellett várni, amikor a kanadai légiós Mazurek is kapuba talált. Szünet után valamivel határozottabban kezdett a vendégegyüttes, de a mieink egyre többször ugrottak meg védőik elől, és így született meg a harmadik dunaújvárosi gól is, amelyet a fiatal Pincés Olivér lőtt, aki nem csak tavaly, de idén is úgy tűnik, hogy bőven kiveszi részét majd a felnőtt csapat eredményeiből. Hát igen, a felkészülés elején vagyunk, de úgy érzem, hogy teljesen jó volt, amit csináltunk, nagyon kemény két hét elmögöttünk. Ugye volt az első héten egy száraz felkészülésünk, mert nem volt még jég. Ott is mindent beletettünk, aztán már egy hete vagyunk a jégen, de úgy látom, hogy mindenki küzd, úgyhogy szerintem ez egy megérdemelt eredmény volt. Mindenki küzdött, ahogy az edző kérte, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a csapatra. Gólt is szereztél, egy gól is fűződik a nevedhez. Azt láttam már most így az első felkészülési mérkőzésen, hogy azért már sokkal jobban benne vagy ebben a felnőtt csapatban, mint tavaly. Te hogy érzed, és mennyire nehéz beleszokni a felnőtt hokiba? Ugye te tavaly is kivetted ebből már a részedet, nyilván egy teljesen más csapatban, de azért most szerintem nehezebb feladat vár rád. Te hogy érzed? Hát így van, tavaly volt az első évem, kicsit nehézkesen indult, ugye fiatal voltam, még most is az vagyok, tavaly nem volt annyi rutinom, mint most. Most megkaptam a lehetőséget az edzőtől, és úgy gondoltam, hogy nem véletlenül tett oda, úgyhogy próbáltam a lehető legjobbat mutatni a jégem. Még mindig nehéz, meg gyors a játék, keményebbek, ugye, de próbálom ezt átrányba szorítani, úgyhogy küzdök, és csinálom, hogy az edzőkért. A második harmad végén Lankat kicsit a figyelem, kapkodóssá vált a játék, és mindkét oldalon bőven akadt hiba. Egy ilyen eladott koronggal lódult meg a titánok játékosa, aki nem is állt meg a kapuig, így közelebb férkőztek a Kohász játékosaihoz. A második szünetre tehát 3-1-es hazai vezetéssel vonultak a jégkorongozók. Az utolsó etapban bár egy pillanatig sem adták fel a fehérváriak, inkább a hazaiak akarata érvényesült. A meccs 53. percében tovább növelték előnyüket a bikák, akik így első edzőmérkőzésükön győztesen hagyhatták el a jeget. Nem csak hazai oldalon jutottak szerephez a fiatalok. Teljesen más hoki ez a felnőtt hoki, tényleg nagyon pörgősek a meccsek, és tényleg fizikálisan teljesen más a játék. Ezáltal abban kell fejlődnöm, hogy fel kell venni ezt a tempót, és ezt a fizikális hokit beleszokni, és elkezdeni játszani. Furcsa volt az első meccsem így a felnőttek között, de nagyon sokat segítenek a csapattársak a beilleszkedésben. Nem vagyok egyedül, többen vagyunk, és szerintem egy nagyon jó légkört tudtunk kialakítani az öltözőbe. Ez a második meccsünk volt, szerdán még volt egy Bécs meccsünk, de tényleg, ahogy mondott, teljesen úgymond kicsit elaludtunk. Más volt a játék, más volt a tempó, és így a saját játékunkat öltük a kiállításainkkal sajnos, és a hátrány sokat kivett belőlünk. Nem gondolom, hogy nagy tervekkel álltunk neki ennek az első meccsnek. Februárban játszottunk mi utoljára mérkőzést, amit megbeszéltünk, hogy próbáljunk minél egyszerűbben hokizni. Jól kezdtük, tényleg az első harmadba lőttünk egy gólt, ez mindig jó lendület az a csapatnak, de örülök, hogy így végigment ez a 60 perc, és hogy mindenki tette a dolgát. Azt gondolom, hogy most ismerkedünk az edzőkkel, a játékostársakkal, és első mérkőzésnek ez kiváló volt, de nagyon messze menő következtetés nem kell levonni belőle. Azari Zsolt, a hazaiak csapatkapitánya, nagyon bizakodó a jövőt tekintve, bár a felkészülés eleje mindig nehéz elmondása szerint, maximálisan elégedett a csapattársak és az edzők munkájával, illetve hozzáállásával. Nagyon nehéz a korcsolyázó mozgás, nagyon nehéz imitálni a szárazon. Április 13-án olvadt le a jég itt Dunajvárosba. Légiósok se, ahogy hallottam, nem sokan voltak jégen a nyáron, úgyhogy nagyon nehéz. Hétfőn volt az első edzésünk, most már egyből meccs így a hétvégén, úgyhogy még nagyon az elején vagyunk. Az meg a másik, hogy 16 kiló szerelést kell magunkra venni, úgyhogy az állóképességet is, akárhogy is fejleszti az ember a végén, azért mindig csak fájdalmas. De azt gondolom, hogy túl vagyunk ezen az első héten.
ez nagyon jó, ez mindig egy mérföldkő, vagy az első jeges hét, mert igazából két hete készülünk már együtt. Úgyhogy most egy napot pihenünk, aztán hétfőn folytatjuk tovább, jövő hétvégén megyünk Szlovéniába. Még az út elején vagyunk abszolút, de örülök, hogy ma egy pozitív hangulatú mérkőzéssel kezdtük meg ezt a felkészülést, vagy ezt a szezont. És hát gondolom nagyon sokat számított a szurkolók jelenléte, hiszen ez nagy problémát okozott tavaly, de most újra sokan, egy sima egyszerű edzőmérkőzésen, azt gondolom, hogy nagyon sokan kint voltak, nagyon sokan kijöttek, szurkoltak téged, vagy tényleg végig buzdítottak mindenkit. Mennyit számított ez? Ez rengeteget számít, tehát ezt nem is tudom elmondani, hogy milyen jól esett, így főleg a tavalyi szezon után, tudod, végig szégyenkeztük, meg fütyültek általában. Nagyon örülök neki, de azt gondolom, hogy a rajtunk múlik, hogyha küzdünk, hajtunk és a szívünket kiteszünk a jégre, akkor erre számíthatunk. De mondom, ez nagyon jó dolog, ez szenzációs, és remélem, hogy még többen jönnek majd ki. Valóban egy első edzőmeccsre meglepően sokan voltak. Nagyon örülök, úgyhogy azt üzenem minden dunajvárosi hoki szurkolónak, hogy jöjjenek ki, mert idén nagyon fogunk harcolni, küzdeni fogunk minden mérkőzésen, és próbálom majd örömet szerezni mindenkinek. Úgyhogy nagyon örültem neki. Nem csak a felkészülés, de az edzőmeccsek is folytatódnak. Az acélbikák most Szlovéniába utaznak, majd Szlovákiában mérkőznek meg. A következő hazai edzőmérkőzés pedig augusztus 30-án a Vasas együttese ellen lesz. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség idén is átadta tiszteletdíját, amit most Orha Csaba mellett Fehérvári József vehetett át. Azt, hogy valóban megérdemelte ezt az elismerést, többek között az is bizonyítja, hogy már több mint 20 éve tevékenykedik a kispályás labdarúgás világában. A 90-es évek végén kezdte kispályás labdarúgó karrierjét itt Dunaújvárosban Fehérvári Józsi, ahogyan mindenki szólítja, aminek eredményét nem lehet díjakban mérni, már abból is akad bőven az elmúlt több mint két évtizedből. Hú, nagyon vissza kell mennünk az időbe. A 90-es évek végén én már kispályáztam itt Dunaújvárosban, akkor még a főiskola sarakos pályáján rúgtuk a bőrt, és onnan akkor még nem DLS volt, hanem csak egy városi labdarúgó szövetség. Rácferi bácsiékkal kötöttük itt a meccseket le, még volt egy terem, nem külön sorsolások alapján mentek. Nagyon jókat futballoztunk ott a salakpályán. Hát azóta eltelt jó pár esztendő, és hát változott. Mondhatom azt, hogy azért egy klubhűség van, valamilyen csapathűségről is beszélhetünk. A második csapat, amiben játszom itt a kispályás bajnokságban, akivel mi elkezdtük, az a Tóth Barnabás barátommal régebben mi nagypályán Baracson futballoztunk, és akkor alakítottunk egy Genesis nevű csapatot. Kispályán ezzel rúgtuk egészen a 2000-es évek elejéig, és utána, amikor a cégemet megalapítottam, akkor alakult át ez a Fejótem Kft.V. És hát akkor még BT volt, de a Fejótem csapatává. És hát ha azt nézzük, 2001 óta egyik, mondjuk azt, hogy a bajnokságoknak egyik meghatározó csapatai vagyunk. Most már a harmadik esztendeje két csapat is van, egy szenior csapatunk, amiben idén hál' Istennek megszereztük az első helyet. Eddig is közel voltunk már hozzá, de mindig valami nüansznyi probléma volt, viszont ez az esztendő, ez nagyon jól kijött. Mennyi idő, illetve mennyi elfoglaltság, hogy, illetve te egy harmadik csapatnak is a feje vagy, három csapat életét is egyengeted, úgymond. Mennyi idő és mennyi munka, ami ezzel jár neked így a hétköznapokban, illetve ezt hogyan tudod megoldani, hogyan egyezteted össze a magánéleteddel? Ez nagyon-nagyon jó kérdés. Ezt mondhatom azt, hogy itt nem lehet időre lebontani. A főiskolán volt egy tanárom, akit el lehetett érni bármikor, mindig azt mondta, hogy 24/24. Tehát ezt azt kell mondani, hogy ez 24/24-ben van az ember. Ha szabadság van, akkor is telefonon a mostani modern technikának köszönhetően elérik az embert, meg kell oldani a problémát, ha telefonon megoldható, ha nem, akkor kivárják. Nagyon nehéz összeegyeztetni, nagyon sok ez a dolog. Rá is nyomta az életembe a bélyegét ez, de nem tudok a sporttól elszakadni, és ez valahogy
hogy meghatározza a mindennapjaimat. Ha nem lenne, akkor nagyon hiányozna szerintem. Voltak ilyen hullámvölgyek, amikor úgy érezted, hogy na lehet, hogy ezt így nem tudom folytatni, mert hogy tényleg a rengeteg elfoglaltság miatt és munka miatt? Igen, voltak nagyon sok is, és még mai napig is vannak ilyenek, olyan hangulataim alakulnak ki, mikor minden rossz összejön, akkor az ember azt mondja, hogy nem kell ez nekem, és akkor alszok egyet, vagy változik, akkor nem lehet ezt abba hagyni. Tehát azok az emberek, akikkel, azok a barátok, akikkel együtt sportolunk, együtt fotballozunk, igénylik azt, hogy az a szervező munka és az a dolog, ami kell ehhez, hogy Dunajváros kispályán mellette a nagypályás egyesület vezetésem is menjen. Ez hogy mondjam, egy erőt ad az, amikor biztatnak a barátok, és ott vannak, és tudják, hogy akkor számíthatnak rám, és én is számíthatok rájuk. A barátokon kívül mi az, ami még ilyenkor motivációt ad neked? Hát mindenféleképpen az, hogy egy olyan példával járjunk akár fiatalok előtt, és ezt tudom úgy mondani, hogy én nagyon sokszor a csapataimban, a fiatalabb csapatban, a környékbeli vagy az egyesületemben belül hozzám kapcsolódó fiatalokat próbálom ösztönözni arra, hogy mozogjanak, és hát, hogy egészséges életet éljék. Tehát ez motivál benne, hogy cserélődnek, jönnek, öregszenek ki belőle, öregszenek be egy másik korosztályba, de mindig próbálok a fiataloknak egy olyan lehetőséget adni, hogy ne másfele, ne tekingessenek, hanem a sport útján legyenek lekötve az idejük nekik, és ezáltal talán egy jó példa lehetünk előttük. Mit gondolsz úgy egyébként a DLS-ről, a munkásságukról, tényleg arról a rengeteg programról, ami lehetőséget biztosítanak minden korosztályban a sportolni vágyoknak arra, hogy megmérettessék magukat? Hát ez egy nagyon jó szerveződés, de nagyon jó ez a szövetség, hogy végre létrejött az elmúlt években, és hogy dolgoznak. Itt is nagyon-nagyon kemény munka van mögöttük. Hát ha valaki megnézi az országot, akár, és nem csak az országot, hanem Fejér megyét, Székesfehérváron van valamilyen szintű tömegsport dolog, de szerintem magába az országba és a megyébe egy egyedülálló szövetség, aki ekkora programokkal és ilyen leterheltséggel megmozgatja az amatőr bázist és az amatőr tömegsportot, és az nagyon nagy szükség van a mai világban erre. És hát ugye az ő évzárójukon történt meg az, hogy átvehetted a tiszteletdíjat. Te tudtál-e arról, hogy tiéd lesz ez a díj, illetve amikor megtudtad, akkor hogyan reagáltál, vagy mit gondoltál, mit éreztél, hogy téged ismernek el ezzel a díjjal? Nem tudtam róla. Éveken keresztül láttam, én is volt, akit javasoltunk ilyen díjakra. Éppen baráti társasággal ültünk egy asztalnál, hát mivel díjazottak voltunk más a csapatok helyezésébe, ezért egy jó hangulatú baráti beszélgetésben volt, és amikor szólították a nevemet, hát meglepődtem, és hát nagyon jó érzéssel fogadott el, hogy elismerték ezt a munkásságomat, amit itt a városért, a város környékért, az amatőr labdarúgásért, amit tettem. Miért fontos, hogy ezt elismerjék? Mert oké, hogy te tudod és tudja a környezeted, de azért milyen visszacsatolás az neked, hogy nem 10, nem 20 ember gondolja ugyanazt rólad, hiszen ez nem 10 meg 20 embernek a döntése, hanem nagyon sok gondolta azt, hogy ennek a díjnak ténylegesen nálad van a helye. Hát ez egy nagyon pozitív dolog, és ez erőt ad azokba a hullámvölgyekbe, amiről az előbb beszéltünk, hogy igenis van értelme ezt csinálni, van értelme még, amíg bírom ezt, a gyerekekkel való foglalkozás, a korosztályomban lévő barátokkal, akár mondhatjuk ezt a női csapatokra is, az, hogy a női bajnokságban is nagyon-nagyon aktívan veszünk részt Baracs csapatával, és ösztönzöm a lányainkat, ösztönzöm ők mindenkit arra, hogy igenis mozogjanak, hódítsák meg ezt a kispályás, az 5+1-es rendszer azért egy olyan amatőr bázis tud magához vonzani, ami mostanában beszélgettünk emberekkel, lehet, hogy lassan komolyabb lesz, mint a nagypályás bajnokságok.
és hát nagyon jó első érzés ez hogy elismerik, de nem azért csinálom ezt, hogy elismerjék, ezek után is csinálni fogom, meg ezek előtt is csináltam én ezt, de jól esik az embernek, hogyha a hiúságát mindenkinek egy kicsit tudja simogatni az, hogyha tényleg megemlékeznek róla, és azt mondják, hogy na, jó van. De én azt mondom, egy válveregetéssel is az ember ezen túl tud menni. Ahogy az a bevezetőben is elhangzott, idén ketten vehették át a DLS tiszteletdíjat. Fehérvári József mellett Orha Csaba, a Bongó csapatvezetője is megkapta ezt az elismerést. Mai adásunkba ennyi fért, legközelebb pedig egy hét múlva hétfőn jelentkezünk a legfrissebb sportanyagokkal. Addig is tartsanak velünk, viszontlátásra!